A mai videóban... De ne szaladjunk ennyi előre. Kezdjük az elején. Sziasztok! Mivel sikerült a kinti felvétel 99%-et elrontanom, így Narrátor Martint hallhatjátok. Ma egy egészen érdekes helyet fogok megnézni és megmutatni nektek. Egyik nap neten nézelőttem, mint minden nap, és megláttam ezt az ikonó nevet viselő helyet. Elég volt egy-két képet látnom róla, mondom, na ide el kell jönnöm. Így a mai videóban megnézhetitek ti is, hogy mi mindent találhattok a budapesti ikonóban. Köszi. Gyorsan. Ketté tölt az állványom. Igen. Na jó, szóval teszem most. Most bejöttem ebbe a szobába. És ez az első szoba. Amit most meg fogok nézni, csak kicsit el van állítva a kamerámon minden létező dolog. Jézusom. Nem jó. Nem jó. Elakadt a kamerát. Nyugi, nem probléma. Oké, meg vagyok. Jaj. Elakadt a kamerám a szobában. Ez nagyon hangulatos eddig a hely. Tehát tetszik. Mehetünk tovább. Szia! A telefont, hogyha beviszel, akkor legyen rajta a hang, hogyha bent elejteni, így meg lehet csörgetni. Jó. Oké. Ahogy még szerintem a kocsúrni akarod, jó. Oké. Wow. Itt vagy ilyen mosdóba. Hülye, eltévedtem. Mondjuk azt, hogy könnyű lenne, hogy ne eltévedni szerintem. Nagyon. Én már most nem tudom, hogy hova kell mennem. Ez alapvetően. Nem tudom, hogyan jellemezem ezt az egészet. Minden esetre egy érdekes élmény. Tehát, hogy nem gyakran van ilyen része az embernek. Sőt, szerintem soha amúgy. Bocsi. Bocsi. Tudok egyébként ehhez valamit is hozzáfűzni, most őszintén. Tudok még lejjebb süllyedni? Legalábbis ebbe a szituációba. Van ebben még egy szoba. Ó, wow. Na jó. Nem számítottam, hogy ilyen is van. Az, hogy kamerát lesz, és sokkal jobban látszik igazából. Mint sokkal az erősebb is a kép, mert sötét van amúgy. Most minden Fox Fresca-t. Wow. Valami jól néz ki. Egész fal végig. Nézd, ilyen nem van itt fönn megvilágítva. A kamerát lesz, sokkal jobban látszik, mint élőben. De nagyon jól néz ki. Ez van, ez valami van, ez ki. Szia! Lehet fényfestés? Lehet. Vagy fotózhatok én is, hogyha gondolod. Jó, valaki ilyen gondolt, amivel igazából lehet fényfestést csinálni. Mert egy képet csinálunk. Na ez... Ez egyik szóval felüljön, hogy a másodszor. Igen, ez a csinálatunk fényfestés és képeket. Tök jó, hogy villog. És itt van ilyen is egyébként. Szóval olyan működik amúgy. Melyikből wow. Ja, minket vagy mindenhez? Igen. Jó. Itt a falakon kolypancsokat látok, ami a szerencsét szimbolizálja a keleti kultúrát. Oh. És itt van ez a konfetti szoba, amit most megnézünk, és tele van konfettivel. Wow. Oké. Okay. Úgy, a fényfestésről beszélnek mindenki. Dolgok. De jó. Itt vannak fényfestős képek, vagy amiket emberek csináltak. Ez micsoda? Ja, ez a fényfestés szoba. Nézd, ott egy kamera. Pont nem látszik, szuper. Mondom, ez ugyanaz. Aha, csak ez nagyobb. Itt lehet fényfestéses képeket csinálni. Úristen. Mi a számít csak? Itt világos van. Kicsit ilyen Barbie movie hatása van ennek a szobának, viszont itt van egy kis kilátásunk a kiégett utcára. Tel van tök jó kis dekorációkkal a plafon. De most nézem, hogy neon van a plafonon. Na, menjünk tovább, ahol... Wow! Na jó! Ez fiel. Nem tudom jól átadni, hogy ez a szobi igazából hogy is néz ki. És megyünk tovább. Nem tudom még mik vannak. Hopp, melyik irányba. Nem is tudok itt mondani. Hoppá, neki mentem a lámpának. Olyan, mondom, egyik szoba felülmúlja a másikat konkrétan. Ups. Neki láttam a falat, mert nem látom. De amúgy nem látom. Így itt van.
Nem látszik a fal. Tök jól megoldva, és még a plafonon is látszik egyébként. Plafonon, padlón és minden falon. Látjátok ott hátul végül. Ez eszméletlen, nem látok engem, mert kicsit sötét van, de ez... Jól néz ki, komolyan sajnálom, hogy ezt a szót kellett használnom, de tényleg. Miért számít csak még ezután? Ó, oh, ne! Ó, oh, no. Jó, megijedtem sem magamtól. Nem mond, na jó! Az elején még mondtam, hogy a szobák felújulják egymást. De én csak viccelni akartam, nem? Tehát, hogy ez... Ide muszáj érnie mindenkinek. Ez megéri. Feltéve, hogyha látod magad a tükörbe, tehát hogy véletlen neki csapódok, akkor ez nem vicces. De komolyan, nem tudok más mondani, mint hogy wow. Ha ide nem jössz el, akkor így jártál. Tehát hogy az a te bajod. Ide mindenkinek el kell jönnie. De ez komolyan hihetetlen, és baromi jól néz ki. Imádom az ilyen kis... Ez az ilyen gravil, azt hiszem az. Aha. Itt ugye bele van vágva a plexibe, és alulul megvilágítják, és így látszik az egész. Ez komolyan, ez művészi munka. Nem ezek. Az egész múzeum, vagy az egész ilyen ikonó épület, hely. Komolyan nem tudom, hogy mire számítsak, úgyhogy itt van függöny. Átmegyek rajta lépni? Felül tudjuk olyan múlni? Felül. Felül tudjuk múlni. És konkrétan játékgépek, érted, játékgépek vannak. Most az a vicces, hogy ezt itt látjátok, de ez is tükör. Ez is tükör. Hát, ezt nem hiszem el. Úgy, mennyi játék van ezente. Super Mario. Na. Hogyan ugok? Ajá, jön a gomba, hogyan? Jó. Ugye, gomba. Na, ott azt megdögöttem. És megdögöttem a bígó miatt. Na jó, megyek tovább. Mik vannak még? Jó, és időkodok vissza. Wow. Hát és ez volt az utolsó szoba, hogy ez eszméletlen volt komolyan. Fény. Jaj, a fény. De nem váltam ezt a fényt. Nos, ez lett volna az ikonó. Nekem személy szerint nagyon tetszett. Azt nem tudom, hogy mennyi ideig él a belépőjegy, vagy hogy egyáltalán van egy időkorlát, de én bő egy órát itt töltöttem ámulással, bámulással és persze forgatással. Ajánlani tényleg bárkinek tudom. Remek program lehet, az biztos. Ezzel pedig a videó végéhez értünk. Köszönöm figyelmeteket, nagyon remélem, hogy tetszett ez a videó is. Csapjátok meg a lájkot, és amennyiben kedvet tartja, iratkozz fel a csatornára, hiszen ezzel támogatsz engem. Kövessetek be Instagramon is, ahol akár napokkal előbb értesülhettek újonnan készülő videóimról. Találkozunk jövő héten, sziasztok!